Üdvözlök mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon. Ez a magyar hírlap cikke. Új szabályok Amerikában, biológiai férfiak is boxolhatnak női versenyeken. Több női harcművész is felemelte a szavát, így új feltételrendszert alkottak 2024. január. Ez a jelenség viszont mindenképpen a társadalomnak a végét jelzi. Erről már szó volt számos alkalommal korábban, és ezt nem is tudom egyértelműben kihangsúlyozni, hogy a dekadencia, a mindenféle morálnak az elvetése, amikor a jó rosszá válik, és a rossz jóvá, az mindig a társadalomnak a végét jelenti. Egyszerű megérteni, hogy miért, mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Akkor, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy a Biblia tartalmazza az igazságot, és nekünk az szerint kellene élnünk. Ez az egyetlen szemüveg, amin keresztül az ember meg tudja érteni, hogy mi is történik a világban. Az Amerikai Ökölvívó Szövetség elfogadott egy transgender rendelkezéses szabály tulajdonképpen, így 2024-től a női kategóriában már transznők is ringbe léphetnek. Bizonyos feltételekkel, ezt írja a Mandiner, de ez a magyar hírlap cikke, és azért akarom választani ezeket, mert legalább erre nem mondhatja senki azt, hogy ezt én találom ki. Ez egyértelműsíti, azt hiszem, hogy mi elindultunk a lejtőn lefelé, és most már száguldunk olyan sebességgel, hogy lehetetlen megállni. Valaki azt képzeli, hogy a nők között férfiak versenyeznek majd a sportban, akkor az azt jelenti, hogy elvesztettük a kapcsolatot a valósággal teljes mértékben. Aminek az oka szerintem az, hogy valóban ez történt. Az emberek jelentős része elvesztette a kapcsolatot a valósággal. Olyan értelemben vesztette el, hogy benne él ebbe a virtuális világban. Nézi a telefonját, a tabletjét, a laptopot, a számítógépet. Nincsen kapcsolatban emberekkel, majd, hogy nem csak nem tudjuk, hogy hogyan működnek az emberek. Arról nem is beszélek, hogy az állatok vagy a természet hogyan működik, mert arról végképp nincsen fogalma senkinek. De most már lassan eljutunk oda, hogy izolálódik az egyén egymaga ebben a virtuális börtönben, ebben a digitális rabságban, ami az internet által jött be az életünkbe. Dekadencia és az erkölcs romlása, ami magával vonta azt, hogy az a birodalom összeomlott, és egy másik helyettesítette. Azért, mert az atya így döntött, hogy ő így fogja ezt a világot vezetni, és így is vezeti. És ez ránk is vár, ez az esemény. És már az írás ott van a falon, ahogy mondják. Már csak szó szerint ott van. Végtelen ember elmondta már azt, amit én mondok. Hogy meddig lehet ezt még hallani majd? Fogalmam sincs. Hogy mennyi időnk van arra, hogy még erről beszéljünk, el se tudom képzelni. Akik az abszolút programot elsajátították az elméjükben. Akiket a Matrix teljesen a magáévá tett. Akiknek fogalmuk sincs semmiről. Akiknek nincsen se egy szolid értékrendjük, amihez ragaszkodni tudnának. Nincs semmi célja az életüknek, semmi értelme. Csak élnek, mint a droidok, akiket beprogramozott a világ. És számukra az igazság agymosásként hat. És csak azért hagyom, hogy itt legyen, hogy lássa mindenki, hogy ezek azok az emberek, akik ezt az új rendszert felépítik. Ők az építőkövei ennek. Szükség van azokra, akik nem gondolkodnak, akik elvesztették ezt a képességüket, hogy az új rendszer fölálljon. Meg kell értened, a legtöbb közülük nem érett meg a valóságra. És sokuk úgy megszokta, oly gyógyíthatatlanul függ a rendszertől, hogy foggal, körömmel védeni fogja. Ezekre támaszkodik az új rendszer. Mindenki,
aki olyan, mint én, vagy azok, akik felébredtek, és akiket az atya hív magához, és akik által megváltoztatja a világot, azok őrültek tűnnek ebben a világban. Mindig is őrültnek tűntek az egész történelem során. Erről beszélt Jahusa HaMashiach, vagy Jézus. Mikor Pál azt írta, hogy a világ bölcsessége az bolondság Elohim előtt, és ő kiválasztotta a világ bolondjait magának, és ki tudja, hogy mit hoz a jövő, hogy mi lesz vele, vagy velem. De a helyzet most az, hogy amiket ír ő, meg ezek az emberek, az demonstrálja azt, hogy a világ sikeres, hogy a program működik, hogy van, aki elhiszi azt, annak ellenére, hogy mindenhol ott vannak a jelek. Keskeny az út, szűk a kapu, és kevesen találják meg. És széles az az út, és tágas az a kapu, ami a pusztulásra visz, és sokan járnak azon. Hogyha sokan járnak azon, az azt jelenti, hogy sokan vannak megtévesztve. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo a útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo a útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.